Nadrág arany követő rajongó, jó nézünk ki anyukám. Az oltás működik, Magyarország működik. Ezt tudom neked elmondani, sok szeretettel üdvözlök, meg vagy lepődő, ugye, hogy nazális a hang. Szóval az van, hogy az oltás működik, megmondom neked a frankót, mert hogy az történt anyukám, hogy... Tehát, hogy egy pozitív személyiség vagyok, és olyan jó dolognak tartom a mindenki pozitív, kivéve a covid Na most úgy néz ki, hogy benyertük a covid a tegnapi teszt eredmény anyukám megérkezett. Hát így olvastam, na mondom, ugrik a program. Ugrik Párizs, ugye jövő hétfő mentem volna Párizsba. Ugrik minden, nem mennék a Brand Fesztiválra, ott Teams lesz. Teams anyukám! Ne testila, nézd meg! Ilyen nem fogok bejelentkezni. Jó nézek is, Sanyika Pipi. És... Úgyhogy képzeld el, hogy ez van, úgyhogy a halál be vagyunk kovicszolódva. Most az oltás azért működik, mert azon kívül, hogy egy kis nátha, meg egy álmoszka vagyok, ezen kívül semmi bajom nincsen. De most ami fontos, figyelj ide! Először is nagyon támogatom, hogy vegyél fő maszkot, mert meg vagy bolondóval, maszk nélkül rongyolsz jobbra-balra. Ám egy, ám kettő. Ő, várjál, már megy le, nézzetek, sztakaróba, takaróba, hogy nyomom, hallod, ami még fontos, ám kettő, mi volt az ám, ja igen, azonnal körbe mentem mindenhol, ahol, akikkel talán, mondjuk tegnap már így, így maszkba rongyoltam végig, de végig rongyoltam mindenhol, mindenkinek szóltam, telefonáltam, figyelj ide, pozitív a cilla, boldog, pozitív, kovixos, úgyhogy nyugodjál meg, menj el, azonnal mindenki menjen el. Tehát muszáj végig menned azt a nyomot, ahol jártál, hogy nehogy, ugye bárkit megfertőzzél. Na most azt mondják, hogy ugye, hogyha oltásossal találkozol, az nem annyira veszélyes, de hát látod, anyukám, mú, terjeszted a kort, jó pufa vagy. Hát te érted? Szóval ez a veszély hogy nézzek a sasplantusz virág, gyönyörű. Hát legalább, jaj, a virág legyen. Úgyhogy azonnal lemondtam a repjegyet, mindenkinek szóltam, ugye pénteken, és sajnos Lager FM szájé oda nem tudok menni. Szóval az a lényeg, hogy mindig le kell magadat nyomozni, hogy hol jártál, ki kell találkoztál, hogy nehogy bárkit megfertőzzél, érted? Mert az egy veszélyes dolog, nem feltétlen van így, de hát anyukám menet utána. Úgyhogy most ebben van az öreg Cilla, ha bármi kérdés, a nyugodtan engem engemet fölfelé, most egy kicsit kevesebbet fogok szólni, nem vagyok úgy, tudod, nem vagyok úgy ide. Hogy van a Cilla? Mint a mak! Hát nem úgy, mint a mak, mondom, már, má, csak a megfázás. De egyébként tényleg annyit érzek, hogy megfázás. Ja, és hogy miért mentem? Mert azt Mindezed, mi, hogy miért, Féle, de miért mentél el tesztre? Hát kézed azt a te, fogom magam, és a puposz, az előkelő, az elegáns parfümömet magamra fújtam, tudod, már minden, most is magamra fújtam, Harunk rá, most mit érdekel engemet, ugye? Tudod a izét, Jomelonost, ezt így magamra fújtam, és nem éreztem semmit. Több semmi, az ég a világon nem érzek semmit, hát mondom, elég fura ez. És akkor gondolkodtam, gondolkodtam, tudod így vasárnap este, mondom, te jó a úr is, nem érzem ennek az nulla, tehát nulla anyukám, jó Istenem, most lehet dúr a környezetem, belengemet nem érdeke. Bubi szerencsére jól van, ő is volt teszten, neki semmi baja, Istenek állam, már is szeparáltam fölögtem a fősző lakásba, külön vagyunk. Csíj, úgyhogy képzeld, ez volt, hogy fogtam, mondom, hát nem érzem a pupos parfüm illatát. Anya úristen, itt mi értelme van ennek? Na és akkor mondom, elmegyek a tesztre, úgyhogy tesztelt az öreg Cilla. Úgyhogy ott a belvárosban. Szóval ennyi, ezért érdemes, hogy picit meg volt fázva, azért, azért rongyolj jelme, ugye mi az oltót, kájzeres a Cilla, akkor ott azért fölmerülhet, érted, hogy halál jól van. hát oda vagyok, az szás plant, de nézd meg azt a liliomot, te, már el is terelte a figyelmet. Úgyhogy kájzeres vagyok, de jól vagyok, jó? Bármi kérdésed van, föl lehet ezt tenni, illatot nem érzel, ízeket nem érzem, bármilyen rosszat tudok főzni, főzök is, egyébként meg teljesen mindegy, legalább úgy fogok főzni, hogy tudom mondani, pifet, csipet, szó, ar, sótlan, mi tudom én, nekem ízlik, jó nézeket, hát nem érzek semmit. Kaka! Bocsás, nézzek a Szanyikát, hogy figyeltégedet, De nem is a Sanyikát akarom neked mutatni. Pipi Huszasztáczka, most miért nézed a követőt rajongót ilyen idegbe? Sanyika vigyáz az öreg cilára. Most amit akartam mutatni, hogy nézzek, hogy a ízét, a, a Flixen, találtam egy nagyon jó sorozatot, az a, cí... Ilyen, az a címe, nézd meg, hogyan váljunk zsarnokká, ez egy minisorozat, na, itt van a Izzi Adolf, de van itt a Stalin is, most az Adolf van, figyelj, nagyon érdekes, ezt javaslom követőnek, rajongónak, hogy ezt nézze, na de már, pif, milyen kis szimpatikus arca volt az Adolfnak. Szanyika, te ne nézzél megállás nélkül belekövető rajongó kamerájába, szemibe. Hát nem tudja elképzelni, hogy mi van veled, semmi. Most, ja, hát ugye ki, ki, nem mozdul az öreg cilád? te még nézek jó nézek ki, nem mondjad, hogy nem nézek ki. Azt hiszed, hogy nem lesz Tori, mi? Mert van egy... Ha halál érdekes, de most kézzel el, hogy ez a könyv, amit olvasok, most ez Adolf Hitler, de egyébként a bolsevikok is hasonló módon voltak bűnözők, most ez a könyv, nagyon jó, majd gondoltam beolvasok részleteket neked ebből a könyvből, de ugye egy tényleg jó sorozat, egyébként tényleg érdemes megnézni, hogy mivel tud egy diktátor hatalomra kerülni, és mitől válik diktátor, és minek képzeli magát. De most ebből a könyvből csak ezt a bekezdést akarom, azt mondja, olyan események közelednek, amelyekhez hasonlót nem látott a világ a barbárok támadásai óta. Mindez, ami életünket képzi, fölöslegesnek fog tűnni a világ számára. A barbárság újabb periódusa fog kezdődni, ami el fog tartani, évtizedekig. 1914. májusában mondta ezeket a szavakat Nikolaj Wrangler báró, a vele együtt iszogató Vlankin Zubov grófnak. Na, ugye ez ebbe van, ebbe a könyvbe, itt a könyv gerincét mutattam, de a sorozat, amit mondtam, a zsarnok születik, vagy mi, mi a pontos címe, hogyha rá akarol keresni, nézzék mindegyik, hogyan váljunk zsarnokká, baromért, nem de viszolini van szó, csak közben én... Várjál, mind elfogadom. Én meg most gyorsan berendelek nem ezért holnapra Bubinak kaját, meg pixüteményt, meg jön a főtétel, de innen a webshop, azt mondja, webshop. Gyümölcs, pixéget akarok. Legyen nekem itt minden, vagy egy jó kis círát. Túrosz rendelek, lököd be a koszárba zemléből rendelünk legalább egy három darabot, lököd be a kosárba, ó, vagy az max. kettőt, igen, ezt nem, teljes kérlésű kenyérből nem egy elég jó nézett fél kiló kenyér, anyukám, ne vészkedjél már, jó pofa vagy. Az a hogy itt mindent meg tudok rendelgetni, azt mondja vissza, már lököd át magad az zöldségbe. Figyel el nagyon, Cilára! Jó, és jaj, lila Izéről van szó, várjál, a Hitler bajuszról, hogy a Vilmos császárféle bajuszból, hogy lett neki ez a kis izé inavakarója, nézd meg. Fokkefe bajusz, hát én nem ezt a szót használtam, jó pofa vagy. Vajretek, igen, ami nagyon finom itt náluk, abból jó, kettő darab. Igen, azt akartam, mi van még, amit akarok. Zeller van itthon, azt nem kell, gombit nem akarok. Várjál, milyen lehet. Csiperkék. Nem, ebből rendelek pariból, ez hát az az fogyanyukám. De vannak állítólag ilyen, várjam, ezt, ezt nagyon szeretem, csíra, ott van a csíra, nem hiszed el nekem. Tojás van itthon, ez a spájz is jó. Jaj, ott van a kolbik, várja, Itt a kolbiszalámi. Most figyelj, anyám! Szürkemarha, az jó, abból egy darabot kérek. egy csipős van szóval nekik valami. Bocsászám, már meg csak, még látod be van itt udzádban, mert össze-vissza vart a doktornő, érted, ge doktornő vagy. Te az olyan munkát, te a stoppolt, tudod, de azért meg itt ilyen kicsit ilyen püfők az egész. Figyelj, csak azért jelentkeztem, mert egyrészt azért látszik, hogy milyen jó nézek ki. Hát te jó pofa vagy. Másik az, mostan nincs, kézen, nincs lázam semmi, most nem akarok, illőzni fogok. Te hát nem szoktam. Te azt akartam mondani, hogy a Csicska Insta, az a nagy, izé, a nagy mint a nagy diktátor a érted a Flixen, és te erőszakos tartalomnak tulajdonítottad, inkább meglátták az Adolfot, milyen jó néz ki, pifaszont erőszakos tartalom taka, úgyhogy ezt ott nem lehet, nem lehet mutatni, kész, az, mint a nem lett volna. Úgyhogy azért, azért nem látod, mert azt takába rakta magát, jó? Úgyhogy te valakinek lenyújják a az insta azt nem találja meg, de Adolf fotni fog engem, mert takába Úgyhogy lehet, hogy lejött ez, amikor ajánlottam ezt a könyvet, ugye, amit itt mutattam, ugye, itt ez a bekezdés. Olvastam föl ebből is, úgyhogy lehet, hogy az is, és, és akkor még nézzek ezt, nézd meg ezt a pipi úszős táskát. ezt a táskát Ide a telefonba magyarázzál már, majom gyerek, hát jó pofa vagy. Szanyika? a Kovics itt ezt már meg. Kovik Anyád úr ne ne menjünk. kezele el, hogy majd ki, a, a, kígyóval álmodtam, de kézzel, meg akarta folytani a kígyó a és utána én beszéltem vagy és a kígyó választott, hagyjál már dolgozom, mondom, takarj, de voltak kezei. A fura volt ez a kígyó, azt néztem, hogy a kígyó mit jelent. Hát anyukám, betegséget, meg a gazdagságot. Most neked nem, hogy melyik, mert van a kígyómarás, meg a izé, a hülye, a izé is, a, mondjad már, a Freudnak is van.